nagy várakozás előzte meg a mozgáskorlátozottak fellépését. A tikkasztó hőségben sokan kíváncsian ültek a JMK előtt. Dr. Kovács Zoltán, a program fővédnöke hangsúlyozta, hogy az egészséges emberek többet tudnak tenni betegtársaikért, mint ők önmagukért. Ezért nagyon fontos, hogy segítő kezet nyújtsunk, és ne menjünk el fejünket félrefordítva mellettük, mert ők mások. A gördülő tánccsoport tagjai mind valamilyen baleset következtében kényszerültek tolókocsiba, de a tánc és a mozgás szeretete megmaradt. Koreográfiáikat tolószékes társuk állítja össze. Megmaradt az az igényünk, hogy sportoljunk, megmaradt az az igényünk, hogy színházba járjunk, hogy utazzunk, és a tánc is többünknél megmaradt, és ezért gondoltuk, hogy megpróbáljuk a bennünk lévő energiát és talentumot kerekesszékben is ugyanúgy közölni a közönség felett. Az űrutazás különleges relikviái, az űrállomás makettje, fényképek, festmények, szobrok. Mintha egy kis múzeumba lépnénk a helyőrségi művelődési klubban. A díszvendég, akiről és akiért ez a kiállítás szól, tiltakozik ez ellen. Tiltakoztam, hogy múzeum, mindig azt mondtam, hogy nevezzék bárminek. Most is tiltakozom, Gyulaházán is van, ahol születtem, ott egy állandó kiállítás. Legyen ez egy kiállítás. Legyen ez egy olyan kiállítás, ami a 25. évforduló szól. Farkas Bertalan az 1980-as űrutazás 25. évfordulója alkalmából ünnepelt már Moszkvában, Budapesten az Országházban, és vendégül látta egy hétre egykori űrhajós társait és barátait, felkeresve Magyarország legszebb tájait. Pápára elkísérte dr. Berec János történész, aki tavaly megjelent könyvében írt barátjáról, Farkas Bertalanról. A Városi Sportcsarnokban tartott fesztiválon dr. Áldozó Tamás alpolgármester köszöntötte a fellépőket. A versenyen 17 csoport, 3 korcsoportban, show és pompom kategóriában mérettette meg magát. A zsűri több szempont figyelembevételével értékelte a produkciókat. Szertechnika, legyen az majorette volt, zászló, egy zászló, két zászló, pompon, bármi majorettel kapcsolatos és használatos kéziszer. Ezen kívül a mozgáskultúra, tánctechnika, koreográfia, összbenyomás, megjelenés, esztétikus ízlés, mind mozgásban, mind megjelenésben, bemutatkozásban, előadásmódban. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szempont. Természetesen mindennek az összhatása. A fesztiválon részt vettek a Majorette fellegváraként ismert Debrecen városának ifjúsági csoportjai is.